Álmos völgy Pécs-Bagota határában található, nevét Álmos vezérről kapta. 20 év kemény munkájával, többek között bozótirtással, gémeskút tisztítással, fa épületek felhúzásával, valamint íjászpályák és földvár építésével sikerült egy olyan völgyet létrehozni ezen a helyen, melyre talán az 1000 évvel ezelőtti magyarság is büszke lenne. Itt egyesületi formában őrzik a magyarság hagyományait. Ők is pályáznak a Magyar Falu programon belül a falusi civil alaptámogatásra. Álmosvölgy 20 éve lett megálmodva, most a 9-10. Századi magyar történelmet szerettük volna egy kicsit közelebbről bemutatni. 15 éve fogadunk iskolás csoportokat, óvodás csoportokat is, és a gyerekekkel szeretnénk megismertetni tulajdonképpen a régi magyarok fegyverhasználatát, hogy milyen állatokkal éltünk együtt, milyen ruhánk volt, hol éltünk, maga a jurtának a felépítését, a szerelését, az elvitelét, a lerakását, tehát magát az életmódot, amit ez a történelmi korszak felölel. Mindig az állatokkal szoktunk kezdeni, lovagolunk és tevegelünk, utána pedig jön egy a jurtánkban egy élő történelemóra, ahol közelebbről megfoghatják a régi ruháinkat, a fegyvereket, és utána pedig ezeket a fegyvereket gyakorlatban is használhatják. Íjászkodnak, csatacsillag, dárdahajítás, szabjavívás, minden olyan fegyver, amit régen használtunk. Van közt egy kis szünet, és akkor a legvégén pedig várfoglalás van a gyerekeknek, egymás között harcolhatnak kicsit. Szeretném kinyitni a völgyet, vagy szeretnénk kinyitni a völgyet a családok felé is, tehát hogy nem csak a, úgymond az iskolás és óvodás csoportok. Ehhez viszont szükségünk van egy vendégházra, hiszen akár aki kisbabával jön, vagy nem mindenki tud először illeszkedni ez a komforthoz, hogy jurtába aludjunk. És így gondoltuk, hogy a faluba egy vendégházat nyitnánk, és ugyanúgy maradnának ezek a programok, csak nyilván az esti elszállásolás akkor egy ilyen falusi környezetbe lenne. Nekünk ez egy hatalmas lehetőség, mert eddig teljesen magunkra voltunk utalva, és én azt gondolom, hogy innen tudunk mi majd nagyon sokat fejleszteni, hogy számunkra is teljesen nyitott az út, hogy támogatást kapjunk az ilyen úgymond családi vállalkozások is. A hét elején jelent meg a Magyar Falu program falusi civil alap kiírása. A pályázatokat július 1-től lehet benyújtani. Jelenleg az igények felmérése zajlik. Baranya megye minden járásában tájékoztató fórumot szervez a Civil Információs Centrum. Bemutatják majd a pályázat részleteit, a pályázatkezelőrendszert, és megválaszolják a felmerülő kérdéseket is. Hát a Magyar Falu program egy már korábban elindult konstrukció, alapvetően az 5000 fő alatti településeknek szól. Korábban az önkormányzatok pályázhattak, most az idei évtől kezdve már a civil szervezetek számára is megnyíltak a lehetőségek. Korábban még az első tervek szerint márciusban indult volna el a pályázat, azonban sajnos, mint majdnem mindenben, a koronavírus itt is közbeszólt, így csak most június elején tudott elindulni a pályázat. Az elsődleges tapasztalatok alapján nagyon népszerű lesz a pályázat, ugye új konstrukció, tehát korábban még senki nem tudta igénybe venni, viszont a legtöbb tapasztalat az, bárhol járunk a megyében, hogy mindenki várja, mindenki számára egy olyan lehetőség ez, ami korábban nem volt. Az 5000 fő alatti településekről gyakorlatilag bárki, bármilyen civil szervezet nyújthat be pályázatot, egyesület és alapítvány is, ilyen szempontból nagyon rugalmas a pályázat. 4 kategória áll rendelkezésre, lehet tárgyi eszközökre, gépjármű beszerzésre vagy felújításra, ingatlan beszerzésre vagy felújításra és programokra pályázni. Ingatlan beruházásra és felújításra 6 millió, gépjármű beszerzésre 4 millió, programokra és tárgyi eszközökre pedig 2-2 millió forint áll a civilek rendelkezésére. Nem kizáró tényező, ha egy pályázó egyesület elnöke, polgármester is, ez is újítás a korábbiakhoz képest.